péntek éjjel óta. A lányomnak is körbeér a szája a fején, meg nekem is körbeér, mert ez csoda. Ez csoda, de hát ez csak egy icipici lépés a helyes irányba, hát ezek őnekik haza kéne térni Magyarországra. Magyarország az otthonuk, de észrevették, hogy Polinéziában és Franciaországban is, hogy itt valami nagyon nincs rendben, és elindultak a dolgok. Hosszas húzavona után végre megkapta gyermeke felügyeleti jogát Nyíri Kovács Patrícia, aki 4 éve ragadt kisfiával Bora Borán. A nő Tahitire költözhet, ám Magyarországra még nem tud hazatérni. Skype-on keresztül beszélt velünk. Megint félre dobnak minket, és nem veszik a jogainkat figyelembe, úgyhogy legalább ez az első lépés, ez megtörtént, ez egy nagyon jó dolog. A magyar nő 2011 novembere óta él a polinéziai szigeten, miután az őket odacsaló francia állampolgárságú apa elvette útleveleiket. Múlt pénteken egy francia bírónő azonban az édesanyjának ítélte Noa felügyeleti jogát, egyúttal engedélyezte, hogy elköltözzenek. Hogy nagyon hamarosan ez egy következő lépéshez vezet, hogy végre haza tudjunk jönni. Akár már csak szabadságra is, de legalább haza tudjunk jönni, hogy Noa lássa, hogy mi az otthona és honnan jön. Patrícia édesapja, dr. Nyíri Iván itthonról küzd a lányáért, éhségsztrájkba kezdett, amely lassan egy hónapja tart. Az elmúlt időben rengeteget fogyott. Most sajtótájékoztatón számolt be a fejleményekről. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy pici lépés ahhoz, hogy hazakerüljenek. A bíróság továbbra is az erőszaktevő férj kezében hagyta annak a lehetőségét, hogy a gyerek útlevelet kaphasson, és akár vakációra, a következő 2 hónap folyamán Magyarországra jöhessen. Nagyon örülünk a hírnek, mert visszatért a Patri szemébe az élet, meg az életkedve is, meg nekünk is, mert annyi küzdelem után, annyi harc után most végre megnyílik egy lehetőség, egy kiskapu, hogy tovább lépjünk. Patrícia anyukája, Nyíri népede Erzsébet is rettentően örül ennek a kislépésnek, de férje Iván figyelmeztet. Még sokat kell dolgozni azon, hogy elérjék a céljukat. Nincs vége, még hosszú menetelés, amíg a dolgok a helyükre kerülnek, de legalább most már a gyerek normális iskolába járhat, majd katolikus iskolába fog járni. És az anyja tud normális, tisztességes munkát végezni, amiből úgy, ahogy meg tud élni. És nem egy 8000-es pici, apró, istenháta mögötti szigeten kell a gyerekét nevelni. Patrícia korábban elismert pénzügyi szakember volt. A szigeten boltjeladóként vagy épp pincérként tudott csak dolgozni. Most átkerül egy körülbelül 100000-es városba, ahol jobb körülményeket tud teremteni fiának és magának, amíg véget ér ez a herceg utca.